Kedves nézőink, a következőkben az Ajkai Látássérült Klub által szervezett országos Fekete István vezérkedőről számolunk be önöknek. 15. alkalommal rendezte meg az Ajkai Látássérült Klub a Fekete István országos emlékversenyét, és 14. alkalommal voltál a zsűri elnöke. Milyen élményekkel jöttél ma erre a találkozóra? Mindig nagyon szívesen jövök, és tulajdonképpen már előre tudom azt, hogy a felkészültségi szinten azért nem fogok meglepődni, mert 14. éve vagyok itt, és hihetetlen alapossággal készülnek fel a versenyzők. Nagyon várom mindig a verset azért is, mert újra meg újra szembesülhetek Fekete István könyveivel, gondolataival, műveivel, ami mindig egy lelki felüdülést jelent. A felkészülésről csak annyit, hogy itt nagyon jó meleg volt a teremben, de nem azért izzadtunk csak, hanem azért is, mert a versenyzők annyira felkészültek voltak, hogy hajszálnyi, nüansznyi dolgok döntöttek végül a helyzetek sorrendjébe, és bizony nagyon nehéz dolgunk volt, tehát kívülbelül izzadtunk, hogy így mondjam. Melyik kötetből kellett felkészülni az idén? Úgy tudom, hogy egy novellás kötet volt, amiben számtalan novella foglalt helyet. Mennyire nehéz ebből felkészülni, és nem egy regényből? Az őszi vásár, igen, valóban egy novellás kötet volt az idén a verseny témája. Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb ebből felkészülni, hiszen sokkal több szereplő, sokkal több helyszín, sokkal több esemény van, mint egy regényben, ahol tulajdonképpen az néhány szereplő és a néhány helyszín körül zajlik a történet. Sokkal szerteágazóbb, és épp ezért mondhatom azt, hogy csodálatra méltó a felkészültség, amit tanúsítottak a versenyzők. Mit üzen a ma olvasójának Fekete István, hiszen nagyon népszerűek az állatregényei, de ezen kívül minden olyan elbeszélése, amelyben a szereplők húsvér, igazi élő figurák. Én szoktam mondani azt, hogy Fekete Istvánnál kétféle dologra kell odafigyelni az ő munkásságánál. Amit mindenki ismer és emleget, az állat és természet szeretete, de ugyanilyen fontos véleményem szerint az ő humanizmusa. Az, hogy szeressük az embert, és ez az, amit meg kell látnunk, és megláthatunk, és mindenkorban megláthatunk Fekete István regényeiből. Az, hogy ő olyan szeretettel tud írni mindenkiről, és ugyanakkor annyira emberiek, húsvér figurák a regényeiben elbeszélése megjelenő. Tehát nem valamiféle elvont szeretetről van szó, hanem valódi szeretetről, amit egyébként a kutatásaim során láttam, hogy ő valóban gyakorolt is. Kik lettek a helyezettek a mai találkozón? Ezen a 15. találkozón az első helyzet az Ajkai csapat lett, az Ajkai Látássérült Klubnak a csapata, ami külön öröm számunkra, hogy ebben a jubileumi évben neki sikerült megnyerni. A második, harmadik helyet pedig rendkívül szoros versenyben egyetlen pont különbséggel a két zalaegerszegi csapat érte el. Honnan érkeztek még ide a csapatok, illetve tudjuk, hogy minden évben nagyon népszerűségnek örvend ez a találkozó. Most azért egy kicsit kevesebben voltak, az idő is biztos közrejátszott ebben, hogy hihetetlen meleg van. A csapatok honnan jöttek? Igen, egy kicsit kevesebb csapat volt, ennek ellenére abszolút országos a verseny, hiszen az ország távoli szögletéből, Gyuláról jött csapat, de voltak itt Nagykanizsáról, ahogy említettem, Zalaegerszegről, Győrből, Tatabányáról, tehát tényleg átfogja az országot ez a verseny. Milyen érzésekkel távozik a zsűri elnöke, amikor már csak arra tud gondolni, hogy legyen 16. verseny, és hogy lesz-e egyáltalán? Azzal az érzéssel, hogy legyen. Tehát ez igazából, ahogy mondtad, itt a 16. versenyért szurkolok, de én ahogy a hozzáállást látom, a versenyzők és a szervezők hozzáállását, akiknek nagyon megköszönöm ezúttal is a nagy munkájukat, én azt gondolom, hogy lesz 16. verseny, nagyon bízom benne. Az érzéseim pedig azért nagyon jók és nagyon kellemesek, mert mint említettem, olyan közösségben lehetek itt ezen a versenyen, akik nem csak, hogy Fekete Istvánt ismerik, de úgy érzem, hogy élik is az ő szellemiségét, és terjesztik is, ami nagyon fontos.